Franciaországban az 1980-as években 20-30 nógózóna volt. Most több, mint 750 van. Egy 2011-es kutatás szerint a vallási erőszak Skóciában 95%-ban a keresztények ellen irányult. Franciaországban ez 84%. Az élettérhódítás az elmúlt években folyamatosan zajlott. A baloldal eközben úgy nyilatkozik, hogy csak fiatalok randalíroznak az utcákon, szó sincs semmiféle migránslázadásról. Miközben ártatlan fehérek haltak meg, terrortámadások és az elmúlt hét eseményei miatt, a baloldal szinte azt meri állítani, hogy nincs migráns probléma. De rá kell ébredni végre, hogy Európában háború zajlik. A tét nem más, mint a nemzetek megmaradása. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy olyan országot akarunk, mint a franciáké, ahol az emberek nem mernek az utcára menni, vagy szeretnénk egy biztonságos hazát, ahol a magyar emberek érdeke az első. Annyi fiatal a jobb megélhetés miatt külföldre megy, de mi nem akarjuk elhagyni szülőhazánkat. Következő, egyben utolsó felszólalónk a Mi Hazánk Ifjai budapesti elnöke, Várkövi Márk. Tisztelt megjelentek, magyar testvérek és európai bajtársak! Itt állunk egy amerikai mintára megtervezett második BLM közepén, és ennek forgatókönyvét és harci modorát már jól ismerjük. Ismertető jegyei: bestialitás, fosztogatás, rongálás és a totális pusztítás. Mindezt persze teszik az egyenlőség jegyében. Eljött az utolsó utáni pillanat, mikor európai városainkat, falvainkat ostrom alá vették az illegális és legális bevándorlók. Európa őshonos lakossága sosem volt kitéve még ilyen aljas átfogó támadásnak. Ki kell mondanunk? Egy tisztán faji és kulturális háború van kialakulóban, melynek tétje egészen nyilvánvaló, az úgynevezett harmadik világ kultúrájának és lakosságának összeolvasztása az európai emberrel, kihasználva az európai vendégszeretetet, jóindulatot és úgynevezett emberi jogokra hivatkozva illegális bevándorlók millióit engedik be, sőt, mi több, marasztalják, támogatják és kiváltságokat adnak nekik. Ez már nem politikai kérdés, ez bűncselekmény. Ez az európai baloldali és áljobboldali globalista politika azt a látszatot kelti, mintha választást nyújtanak két oldal között. Valójában viszont mind a két oldal ugyanazt az utat képviseli. Ki gyorsabban, ki lassabban ássa meg Európa sírját. Egyszerre bomlasztják Európát belülről s kívülről, s mivel az ellenség rendkívül szervezett és erős, így most nekünk is rendkívül erősnek és szervezetnek kell lennünk. Régen eljött már az ideje annak, hogy a politikai korrektséggel és látszatpolitizálással végre felszámoljunk. Kemény hatósági fellépésre, s még keményebb törvényhozásra van szükségünk. Erős kézzel kell kiállnunk az európai fehér civilizáció védelme érdekében. Nincs más választás. A tét nem kisebb, mint az európai embertípus megmaradása. A napnál is világosabb, hogy az egyetlen kiutat kizárólag a valódi nemzeti radikális oldal, a harmadik út jelenti ebből a válságból, akár Covidról, akár oltásokról, deviáns propagandáról, demográfiai katasztrófáról, vagy a most aktuális migráns helyzetről beszélünk. Azok pedig kézenfekvő. Mi nem vagyunk sem befolyásolhatóak, sem megvehetőek, sem megzsarolhatóak. A mi hazánkban és a mi hazánk ifjaiban kizárólag a nemzet érdekei mentén politizálunk, s ebből egy tapottat sem engedünk. Köszönöm.